Jászboldog háza több mint 1700 fős település Jász-Nagykun-Szolnok vármegye északnyugati részén, a Jászság területén, a 60 Szolnok vasútvonal mellett. Boldogháza nevét Mátyás király 1458-as oklevelében említik először, de régészeti leletek arról tanúskodnak, hogy már évezredekkel korábban is éltek itt emberek. Boldogháza sokáig Jászberény pusztája volt, ahol hatalmas tanyavilág épült ki. Az 1873-ban megnyílt 60 Szolnok vasútvonal kettészeli a települést. A vasútvonalnak fontos szerepe volt a múltban, és nagy jelentősége van ma is Jászboldogháza életében, mivel a falu vasúton könnyen megközelíthető, jelentős mértékben segítette a fejlődését. A község 1946 óta Jászboldogháza néven önálló településként működik. Lakói, a munkát tisztelő, szorgalmas, vendégszerető emberek. A tiszta, rendezett, virágos település sokakat vonz ide. A közelről és távolról beköltözők gyorsan találnak itt otthonra, és a helyiek szívesen befogadják az ideérkezőket, amelyhez jelentős mértékben hozzájárulnak a községben aktívan működő civil szervezetek is, ahová örömmel fogadják az újonnan érkezőket. Az itt élőknek és a civil szervezetek aktív munkájának köszönhetően a község a Virágos Magyarország versenyben az elmúlt években 3 alkalommal nyert díjat, 2019-ben pedig elnyerte a UNICEF gyermekbarát település címet. Ezek az elismerések bizonyítékai az itt élők szemléletének, a közös tenni akarásnak. A gazdálkodás fontos megélhetési lehetősége a községben élőknek. Ezt bizonyítják a település körül elnyúló ringó búzatáblák, kukoricaföldek és a sárgán tündöklő napraforgó táblák. A falu központjában áll az 1930-ban épült római katolikus templom. Kertjében állítottak emléket az utódok a II. Világháború boldogházi áldozatainak. A templom szomszédságában van a polgármesteri hivatal, ahol a község lakóit segítőkész ügyintézők várják. A hivatallal szemben áll a Mátyás király általános iskola, ahová a helyi iskolásokon kívül több településről is érkeznek diákok. Az iskola udvarán a műfüves pálya és még sok más lehetőség is szolgálja a gyerekek szabadidejének hasznos és pihentető eltöltését. Mellette a Petőfi utcában, amely Boldogháza első utcája és néhány régi ház még őrzi eredeti formáját, a mesevár, óvoda és bölcsöde várja a gyerekeket. A két intézmény, az iskola és az óvoda udvaráról messzehangzó vidám gyermekzsivaj tölti be a környező utcákat. A közelben álló sportcsarnok a sportversenyek mellett számos hangulatos rendezvénynek ad helyet. Évente rendeznek itt bajnokságokat, bálokat, zenés összejöveteleket. Az iskola előtti szépen gondozott parkban áll az 1935-ben készült Szent Vendel szobor. A pásztorok és az állatok védőszentje fontos jelképe Jászboldogházának. A községet Szent Vendel falujának is nevezik, mivel a Jászság egyetlen olyan települése, ahol 3 Szent Vendel szobor is található, a másik 2 a külterületen, a Jakabi és a Csíkos-Kutyinai határrészen. A parkban felállított redempciós emlékmű a régmúltat idézi, emlékeztet az elődök nagyszerű cselekedetére, akik 1745-ben saját erőből megváltották Boldogháza földjét. A trianoni emlékmű a nemzeti összetartozás emlékhelye, évente a megemlékezés színhelye. Az árvízi emlékhelyen kiállított csónak az 1963-as árvíz idején a csíkosi és a tápiói tanyavilágban elpusztult több mint 100 tanyának és a mentésben résztvevőknek állít emléket.
A település központjában álló több mint 100 éves eperfa tanúja volt Jászboldog háza születésének, és ma is teljes díszében áll a Falu Szépítő Egyesület gondozásában, hűséges tanújaként a község mindennapjainak, eseményeinek. Község külterületén, a Bartal-tanyán több mint egy évtizede különösen nagy érdeklődésre számot tartó rendezvény a Hagyományok hétvégéje, ahová nem csak a Jászságból, hanem az ország távolabbi területeiről is érkeznek látogatók. Az egésznapos program számtalan lehetőséget nyújt az ideérkezőknek. A kulturális programokon túl a lovasversenyek, íjászkodás, a koncertek is sok érdeklődőt vonzanak az erdővel, mezővel körülvett szép környezetbe. A több évtizedes múltra visszatekintő Jászboldogházi Sportegyesület szépen gondozott pályáján a futball rajongói izgalmas mérkőzéseken követhetik csapatuk játékát. A felújított játszótér nem csak a hétköznapokon kedvelt színtér, a gyermeknapi programok ide csalogatják a gyerekeket és a felnőtteket is, és egész napos szórakozási lehetőséget nyújtanak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az Alkotmány utcai tájház sok kincset őriz a régi paraszti kultúra emlékeiből. Helyiségeit a község lakói által megőrzött tárgyakkal az évtizedek óta aktívan működő Ezüstkornyugdíjas Egyesület tagjai rendezték be, akik mindig szeretettel fogadják az ide látogatókat. Ilyenkor a falu kemencéjében sül a lángos, készül a pogácsa. Az óvodások, iskolások rendszeres látogatói a tájház szép, gondozott udvarán szervezett programoknak. Évente az augusztus 20-ai új kenyér ünnepére is sok látogató érkezik ide, ahol színes programok várják a vendégeket. Az óvodások, iskolások műsora mellett fellép a Csillagvirág énekkar, amelynek tagjai állandó szereplői a község más rendezvényeinek is. Mindig nagy sikert arat a kézművesek bemutatója is. Juhász Józsefné, aki tagja az Országos Grillás Szövetségnek, állandó résztvevője a bemutatóknak, és különleges grillás tortáival kápráztatja el a látogatókat. Munkájának sikerét több országos és területi versenyen elért kiváló eredmény számtalan érem bizonyítja. Jászboldog háza zöld területeinek csodálatos gyöngyszeme a strandfürdő, amely gyönyörű környezetben, medencéivel, kempingezési lehetőséggel várja vendégeit. Minden év májusában itt rendezik meg a már országos hírű Condors MC motoros találkozóját. A rendezvényre minden évben több ezer motoros érkezik, és a koncertek is ide vonzák az érdeklődőket. A strandfürdő árnyas, ligetes területe évente helyszíne számos más rendezvénynek is. A szervezett programok, a főzőversenyek, a strandfoci, a koncertek kiváló szórakozási lehetőséget nyújtanak minden korosztálynak. Évtizedek óta számos diákcsoport is érkezik a szomszédos településekről táborozásra, melyhez a néhány éve épült kis faházak komfortos szállás lehetőséget biztosítanak. A strandfürdő és kemping szomszédságában helyezkedik el a Jász látogatóközpont, amely a Jászság azon részén épült, ahol megtalálható a vizes, erdős és mezei élőhely is a mezőgazdasággal körülvett környezetben.
A látogató központ a gyermekbarát településen egy olyan ökoturisztikai látványosság, amely interaktív, játékos elemekkel gazdagítja kicsik és nagyok tudását úgy, hogy közben megismerkednek Jászboldog háza élő világával. A strandfürdő és kempingben egy nyári időszak alatt több ezer gyermek is megfordul, akik felnőtt kísérettel megtekinthetik az interaktív kiállítást, de egyedi csoportos foglalkozások megtartására is alkalmas az újonnan megépült létesítmény. A beruházás részét képezi a látogató központ és kiszolgáló helyiségei, berendezési tárgyai és kiállítási eszközei. A kiállításon túl a környezettudatos szemléletben megépült, napelemmel felszerelt, klimatizált épület rendelkezik egy fedett terasszal is, melynek köszönhetően számos program és rendezvény helyszínéül is szolgál. Jászboldog háza szeretettel várja és örömmel fogadja az ide látogatókat. Ismerjék meg a települést, mindazokat a kincseket, amelyek az itt élők számára a múltat, jelent és jövőt jelentik. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.